örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, magasztalunk téged, mint teremtőnket, aki a csodálatos világot legyen szavaddal létrehoztad. Köszönjük, hogy végtelen szeretetből megteremtetted az embert. Áldunk téged, mert az eltévedt ember helyreállásáról te magad gondoskodtál, úgy, hogy egyszülött fiadat, Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, aki életét adta értünk, aki győzelmesen feltámadt. Köszönjük a Szentlélek Istent, aki közöttünk van, aki bűnismeretre vezet bennünket, aki bizonyosságot ad a bűnbocsánatunkról, és aki elvezet bennünket az örökké valóságba. Atyánk, magasztalunk téged a testvéri közösségért. Köszönjük, hogy mindazok, akik hitre jutottak Jézus Krisztusban, azok egymásnak testvérei. Ez a te csodád, az új teremtésed. Köszönjük, hogy ennek tapasztalói lehetünk ezen az ima héten is. Kérünk, ajándékozz meg bennünket áldott jelenléteddel. Szólíts meg bennünket, add, hogy a megértett ige gyümölcsöt teremjen mindannyiunk szívében, és add, hogy lélekben úgy kerüljünk egymáshoz közelebb, hogy közben építsük egymást hitünk által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük közös fohászként 168. énekünket. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Kedves gyülekezet, 2014. januárjában újból elérkezett annak az ideje, hogy ökumenikus ima héten legyünk együtt, közös nevezőnkben, a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusban. Istennek hála, hogy gyülekezetünkben és gyülekezeteinkben itt Rákos Csabán széleskörű összefogással minden évben együtt imádkozhatunk egy héten keresztül. Dicsőség ezért Istennek, és kérem a kedves jelenlevőket, hogy minden estét használjunk fel arra, hogy részt vegyünk ezeken az alkalmakon, hogy hallgassuk az igét, és épüljünk egymás hite által. A mai alkalmunk különleges, és amióta én visszaemlékszem a Rákos Csabai szolgálatomra, ilyen még nem történt, hogy imahét során püspök szolgáljon körünkben. Nagy szeretettel köszöntöm Kocsis Fülöp, hajdudorogi görögkatolikus püspök urat, aki szolgál ma este körünkben. Köszöntöm szeretettel, és ez is történelem, Gulybán Gergely, parókus lelkipásztor testvéremet, aki Rákos Csabára nem régen került, az elmúlt év nyarán, ha jól emlékszem, és az ökumenikus imahét alkalmai most vesz részt először, és számunkra külön megtiszteltetés, hogy kedves testvéreink imaházunkba jöttek ezen az estén, és szólják Istenünknek az igéjét. Most, mielőtt meghallgatnánk a ma esti igeszakaszokat, azelőtt Gulybán Gergely lelkipásztor testvér, kérem, hogy mutatkozzék be röviden. Hát én olyan könnyen rámondtam, hogy bemutatkozom, de aztán rájöttem közben, hogy ez sokkal nehezebb, mint prédikálni. Mert ma a hittanórán kértem az egyik lányt, akivel úgy többször találkoztunk már, és tudjuk egymásról, hogy kik is oda, kértem, hogy mutatkozzon be, és hát bajban is volt egy kicsit. Ugye, mit szoktunk elmondani, amikor ilyen bemutatkozásra kerülne a sor? Hát iskolában is idegen nyelvet, mikor tanulunk, hogy miket mondunk el, mivel foglalkoznak a szüleink, hány testvérünk van, mi a kedvenc énekesünk, vagy sportcsapatunk, vagy tehát csomó minden más ilyen járólékos dolgokat mondunk el, de tulajdonképpen mindig arról beszélünk, hogy milyen viszonyrendszerekben vagyunk. És szerintem az embert is egyáltalán, ha definiálni akarom, akkor bárhol magamat is ilyen páros fogalomban tudom az embert is definiálni, hogy attól ember az ember, hogy van Istene, ugyanúgy, mint hogy attól nagymama, hogy van unokája. Tehát vannak ilyen páros fogalmaink, szerintem attól ember az ember, hogy van Istene. És tulajdonképpen ha itt vagyok, akkor van egy nagyon jó viszonyítási pontom. Ugye a bizánci egyházban a püspököt úgy tiszteljük mindig, mintha maga Jézus Krisztus lenne jelen. Most én előtte beszélek, ez olyan, mint Keresztelő János beszélt az Úr előtt, és akkor hát nyugodt szívvel tudom mondani, hogy nekem is az a küldetésem és a feladatom ebben a földi életben, legalábbis így tudom nagyon jól megfogni, hogy amit Keresztelő János is mondott, hogy Krisztusnak növekedni kell, nekem pedig kisebbednem kell. Az összes többi minden, tehát nem tudom elválasztani most itt a úgymond a munkámat, meg azt, hogy ki vagyok én. Az összes többi minden azok az ilyen földi járólékos dolgaink. Nálunk az ősi bizánci hagyomány szerint ugye nős embereket is szentelnek pappá, nekem is van feleségem, 2,5 lányom, és hát igyekszünk tenni az Istentől nekünk rendelt feladatunkat, leginkább is azt találom egy lelkipásztornak, vagy papnak a feladataként ebben a mai világban, hogy segítsen minden jó szándékú kereső embernek, hogy Istenhez eltaláljon. Ehhez a mi egyházunk az ősi bizánci hagyománynak a gazdag kincsét kínálja föl. Ezt igyekszem én is a rám bízottakkal vonzó módon megismertetni, és mindenkit segíteni abban, hogy akár ezen az úton is töltekezve, de valóban megtalálja azt, hogy az istenes élet egy ragyogó és gyümölcsöző jó dolog. Az, hogy most mellette, hogy hol nőttem föl, vagy mi minden történt velem az életben, ezek legfeljebb olyan járulékos dolgok, amiből mindenből illik meríteni és tapasztalatot gyűjteni, de mindenhol megtalálni a forrást, hogy mindezt
Istennek köszönhetjük, és hát hozzá haladni. Úgyhogy körülbelül így tudnék nagyjából röviden bemutatkozni, nem is húznám tovább az időt. Köszönjük szépen! Énekeljük 14. énekünket, amely így kezdődik: Áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát. Énekünknek az első 3 versét énekeljük el, azt követően pedig a mai ige szakaszokat hallgatjuk meg, először majd Szőke Lajos atya olvas igét onnan a mikrofontól. Olvasmány Mózes második könyvéből. Abban az időben Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről: Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte: megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Ez az Isten igéje. Egy éneket hallgatunk meg. Jöjjetek, mi van zengőben, Isten szeret, őt menjetek
95. Zsoltár a következőképpen hangzik. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe hálaadással, vigadozzunk néki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül. Akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magassága is az övéi, akié a tenger, és az ő alkotta, és ő alkotta azt, a szárazföldet is, az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettet engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet látták az én cselekedeteimet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és mondám, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én utamat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam helyére. A kórust hallgatjuk meg. Szent Péter apostol első leveléből olvasom föl a második fejezet 9. és 10. versét. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Énekeljük Nagy Istenem, ha nézem-e világot kezdetű 12. éneket, énekünket fennállva énekeljük. Thank you.
Istenséged ismeretének tiszta világosságát. Nyisd meg lelki szemeinket evangéliumi tanaid megértésére. Olsd belénk a te boldogító parancsolataid félelmét, hogy minden testi kívánságot legyőzvén lelki életet éljünk, mindent tetszésed szerint gondolva és cselekedve. Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágítója, Krisztus Istenünk, s téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most és mindenkor, s örökkön örökké. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté evangéliumának olvasása. Jézus még a sokassághoz beszélt, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim. Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Mielőtt leülnénk, énekeljük el a Szentlélek hívó imádságunkat. Örömmel látom, hogy több görög katolikus testvérem is itt van. Együtt énekeljük el a mennyei királyt. És Szentléleknek most és mindenkor is örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim! A ma hallott szakasz az evangéliumból mindnyájunkat egy súlyos kérdés elé állít. Jézus maga teszi föl ezt a kérdést. Kik az én testvéreim? Sőt, ki az én anyám? És kik az én testvéreim? Jézus tanít, és nagyon sokan követik őt. Nagyon sokan lelkesednek érte. Sokan hallgatják a szavait, mennek utána, vándorolnak vele együtt. Nem csak a 12. hanem láthatjuk azt, hogy kimennek a pusztába, ezer számra. Nem törődnek azzal, hogy nincs mit enniük, nincs mit inniuk, csak hallgatni akarják a mestert. Joggal gondolhatják azt, hogy ez a mester a miénk. Erre vártunk. Jézus jól látja, fölismeri, hogy sejtik, érzik, hogy itt a messiás. Magukénak érzik. Magukénak akarják lefoglalni. És amikor Jézus azt érzi, hogy valaki saját magának akarja megkaparintani, akkor ő elmegy közülük. Amikor a sok ezres nép királyá akarja tenni, mert végre itt a messiás, hát hiszen ezért jött a messiás, hogy királyunk legyen, hogy vezessen bennünket, akkor eltér közülük, és nem találják meg. Azt lehet mondani, Jézus nem hagyja,
hogy bárki kisajátítsa őt. Lelkes a tömeg, szívesen hallgatja, áldoznak is emiatt, sok mindent föladnak azért, hogy követhessék őt, de azt nem hagyja, hogy kisajátítsák. Érdekes ez a magyar szó, mert a kisajátítás az egyrészt kifejezi, hogy az enyém, a sajátom, de ha kisajátítani akarom, ezzel kizárok belőle mást, és ezt nem lehet. Nem csak a sok ezres tömegnek, nem csak az apostoloknak, de még a rokonainak, édes testvéreinek, sőt, édesanyjának sem hagyja, hogy kisajátítsák őt. Tanít a zsinagógában, sokan figyelnek rá, sokan hallgatják, és eközben érkeznek oda anyja és testvérei. Furcsa az ő magatartásuk. Kívül megállnak, és kihívják, kiszólítják őt. Úgy érzik, hogy ez a rokoni kapcsolat, ez a rokoni viszony följogosítja őket arra, hogy hívják, kihívják. Alig ha gondolhatjuk, hogy Jézus méltatlankodott volna, hogy hát hogy jöhet ahhoz bárki a családomból, anyám, rokonaim, testvéreim, hogy engem hívjanak, hát nagy tömeg követ engem, én vagyok a rabbi, hát engem ne csak hívogassanak. Nyilván nem az önérzet szólalt meg Jézusban. Mégis. A magatartása már üzenet. Miért állnak meg kint a rokonok? Miért nem jönnek be? Miért nem csatlakoznak az őt hallgatók közé, körébe? Valami másfajta magatartás mutatkozik itt meg. Ezzel is találkozunk egy másik alkalommal, amikor utasítani akarják Jézust. Egyszer Jézus egyik barátjánál vendégeskedik. Megfárad az úton, és mielőtt bemenne Jeruzsálembe, onnan mintegy 6 kilométerre Betániában betér testvérének, barátjának, Lázárnak a házába. Jézus az apostolokkal és többekkel is együtt megy, nem olyan könnyű őt befogadni vendégként, és ahogy betér, az ott lévő Lázár két testvére, Márta és Mária szívesen fogadják. Bizonyára, mint ahogy az jó lelkű asszonyokhoz illik, és ez természetes, el is látják a vendégeket. Nem kell azt gondolnunk, hogy Mária nem törődött volna a vendégekkel. Mégis volt egy pont, egy pillanat, amikor Jézus tanít, és rabul ejtik Jézus szavai Máriát. És nem tud már más tenni, csak hallgatni őt. Márta sűrök forog továbbra is, és kibe járkál. Ő bemegy ugyan, nem úgy tesz, mint a testvérek és Mária, akik nem mennek be Jézus hallgatni. Kibe járkál, de ez azt jelenti, hogy nem figyel oda Jézusra. Nem hallgatja meg a szavát. Hallja, amit mond, bizonyos dolgok talán meg is ragadnak az ő figyelmében is, de fontosabbnak tartja azt, amit ő tesz. Az asszonyi dolgok, a vendéglátás körül mindent próbál elvégezni, és ennek a figyelmetlenségének lesz ez a nagyon fájó következménye. Jézust meginti, utasítani akarja. Ő benne volt némi érzékenység, önérzetesség, hát ketten vagyunk itt asszonyok, mind a kettőnknek kellene szolgálni, de nem Máriát hívja csöndesen, nézd, hát még mindig van, amit be kellene hozni, ne ücsörögj ott tétlenül. Jézusnak tesz szemrehányást. Uram, nem törődöl vele, hogy Mária, nővérem, egyedül hagy engem szolgálni, sőt, utasítja is, szólj neki, hogy segítsen nekem. És ekkor is, minthogyha Jézus elutasító módon válaszolna,
Márta, Márta. Szorgalmatos vagy, sokban törődöl, pedig csak egy a szükséges. Amikor én szólok, akkor egy a szükséges, figyelj oda. Hallgasd meg, amit mondok, vedd észre, fogd föl, amiről én beszélek. Mária ezt választotta, ez a jobbik rész. A rokonok tehát kint maradnak, és nem szaladgálnak kibe, hanem utasítják Jézust. Beszélni akarnak vele, nem tudjuk, mit akartak neki mondani, talán figyelmeztetni akarták, vagy ki tudja, milyen jó szándék vezethette őket. De Jézus kiüzen, vagy inkább nekünk üzen, mert nem egy költői kérdést tesz föl, kik az én anyám, kik az én rokonaim. Erre válaszolni kell. Ezt a kérdést nekünk teszi föl Jézus. Ki az én anyám, testvérem, rokonom? Mindaz, körbenéz, és azt mondja, íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám. Azok az emberek ott nem cselekedték Jézusnak a szavait. Nem lehet azt mondani, hogy lám, milyen buzgó Krisztus követők voltak, hiszen megtették, amit Jézus mond. Ott csupán, ott a zsinagógában körülvették, és hallgatták őt. Rabul ejtette őket Jézusnak a tanítása. Akkor az ott elég volt. Elég volt ahhoz, hogy Jézus rájuk mutasson, és azt mondja, íme az én anyám és az én testvéreim. Biztos volt abban, hogy azoknak a szavaknak, amelyek ott elhangzanak, úgy, mint az égből lehulló eső megtermékenyíti a földet, éppen úgy az ő isteni tanítása termékenyé válik azoknak az embereknek a lelkében, és majd meg fogják tenni azt, amit ő mond. Íme ezen múlik tehát a keresztény élet. Meghallom-e az Isten szavát? Odafigyelek-e rá? Van-e bennem olyan nyitott lélek, hogy rabul ejtsen engem? Magával ragadjon? Hogy minden mást félre tudjak tenni azért, hogy meghallhassam az Isten szavát? Bár most erről beszélünk, milyen fontos meghallani az Isten szavát, mégis hadd világítsak rá egy másik területre is, amelyet szintén a mai szentírási szakaszokból hallhattunk. A kivonulás könyve arról az eseményről számol be, amikor az Isten a választott népét sajátjává teszi, mint egy családjává fogadja. Saját népet alkot kint a pusztában. Azt mondja, azok, akik látták cselekedeteimet, amikor kivezettem őket Egyiptom földjéből, amikor átvezettem őket a Vörös-tengeren, ők az én népem. Akik látták az Isten nagy tetteit, ők alakultak át az Isten népévé. És a Zsoltárban is azoknak tesz kemény szemrehányást, akik bár látták cselekedeteimet, mégis megkeményítették szívüket. Talán nem is elegendő látni az Isten nagy tetteit, talán nem is elegendő hallani az Istennek a tanítását, mert ha kemény marad a szív, hiába hullik alá az eső, a kőre hiába hullik az eső, nem tudja megtermékenyíteni. A kőszívre hiába hullanak az isteni tanítás szavai, a kőszívű ember hiába látja az Isten tetteit, nem indul meg rajta, és nem válik tőle az Isten gyermekévé, az Isten fiává. De látni kell,
észre kell venni az Isten tetteit. Aki nem veszi észre az Isten cselekedeteit, aki nem hallja meg az Isten szavát, bármilyen nagy buzgóság lehet is benne, nem indul meg, és a szíve kőszív marad. Az ökumenikus Isten tiszteletek sorában kanadai testvéreinkre figyelve egészen meglepő üzenetet hallunk, amikor ők választották ki nekünk ezt a mai igét. Mi is követjük az ő tanításukat. Jézusnak az anyja és a testvérei megállnak, és üzennek Jézusnak. Talán joggal üzennek neki, hogy hát te a miénk vagy, a mi családunkba tartozol, te tedd azt, amit mi mondunk neked. Testvéreim, mi, akik templomba járó emberek vagyunk, akár ide a baptista imaházba, római katolikus templomba, görög katolikus templomba, vagy más protestáns gyülekezetbe. Nem, de mi is joggal az Isten családjába tartozóknak érezhetjük magunkat. Igen, Jézus az enyém, Jézus a miénk. De bizony, ezzel együtt jár ez a nagy kísértés, hogy úgy gondoljam, hogy csak az enyém, és nem másé. És aki más úton figyel Jézusra, aki másképpen hallja meg az Isten szavát, aki más dolgokat lát meg az Isten tetteiből, hát az olyan furcsa szerzet, nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Éppen azt nem mondhatjuk, hogy nem tartozik Jézushoz, de mégis Jézus az enyém. Csodálatos dolog kimondani ezt, Jézus az enyém, én az övé vagyok. De éppen ezekben a napokban arra a felelősségünkre is ráláthatunk, hogy Jézus mindenkié. Jézus azért jött, hogy minden embert üdvözítsen. Azért adta oda magát, hogy mindenkit elvezessen az üdvösségre. Mindenkiért odaadta magát. Nem csak nekem, aki tudok imádkozni, nem csak én vagyok megváltva, aki elfogadom az ő, fölismerem az ő kegyelmét. És éppen ekkor kell szembesülnünk azzal, mit jelent valójában Jézushoz tartozni. Hogyan tudom kifejezni azt, hogy én valóban úgy vagyok Jézusé, ahogy azt ő akarja. Nem a magam módján, nem az emberi önzéssel megfertőzve, az enyém és nem másé, nem kisajátítva. Nos, ez csak is úgy lehetséges, hogy én magamat adom oda neki, és nem őt akarom magamévá tenni. Nagy ajándék az, hogy az Isten nekünk adja magát, de csak akkor tudom őt befogadni, ha én odaadom magamat neki. Az az ember, aki úgy követi az Istent, hogy nem követelőzik, hanem elfogad. Nem parancsol, nem utasítgat, nem tanácsokat ad az Istennek, hanem megköszön. Észreveszi az Isten nagy tetteit, meghallja az ő szavát. Azt tudja igazán befogadni őt. Ezek a szavak, a ma hallott szentírási igék megnyithatják a lelkünket erre a nagy felfedezésre, hogy Jézus mindenkié, és sem a katolikus egyház nem sajátíthatja ki magának, sem a protestáns egyház, sem egyetlen gyülekezet. Éppen ez a nagyszerű ajándék, hogy az Isten végtelen szeretetével mindenkit magához ölel, kivétel nélkül, a legnagyobb bűnösöket is. Ám éppen ez a legnagyobb reménységünk. Nem gondolhatjuk azt, hogy bármivel is jobbak vagyunk másoknál. Hogy bármivel is jobban ragaszkodhatunk a mi keresztény voltunkhoz. Mert ajándék,
Az Isten ingyenes ajándéka ez. És csak akkor fogom tudni fölfogni mindezt, ha mindenről lemondva odaadom magamat neki. Ez az ökumenikus hétnek, a találkozásoknak, az együtt imádkozásnak, az együtt éneklésnek egyik nagyon fontos üzenete, hogy a különböző felekezetek mind-mind ugyanahhoz az Istenhöz közelítenek, és hogy ez az Isten, a végtelenül szerető, mindenki felé nyitott Isten, lehet, hogy éppen azokat hívja még hamarabb, lehet, hogy éppen azok vannak még közelebb hozzá, akik el sem jönnek az Isten tiszteletre, meg se közelítik a templomot. Mert ő nekik éppen nagyobb szükségük van erre a kegyelemre. Kik az én testvéreim? Íme, anyám és az én testvéreim. Mert aki megcselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és anyám. Ezt kell megtennünk. Az Isten szavát. Nem csak hétköznapi jó cselekedeteinkben, hanem követni az Istent. Ugyanazt tenni, mint ő. Ő maradéktalanul odaadta magát nekem, és ez az én válaszom, ez az én cselekedetem, hogy én egészen az övé vagyok. Amen. Énekeljük, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. 411. énekünket énekeljük. 411. énekünket.
kedves gyülekezet, püspök úr igehirdetését hallgatva eszembe jutott egy kép, amit nem csak én láthattam, hanem gyülekezetünk tagjai közül is néhányan, amikor a román határszéli eleki gyermekotthonba jártunk. Az egyik alkalommal egy kis árva gyermek, egy picike kisfiú így szólt hozzám, mielőtt eljöttünk volna, leszel az apukám? Ő nem arra gondolt, hogy ki akar sajátítani engem. Sokkal inkább arra, hogy szeretne valakié lenni, mert most úgy érzi, hogy senkié. Bár sok mindene van neki. Annyi problémája támadt a kereszténységnek 2 évezrede. Az igehirdetésben felvetődő gondolat kapcsán abból, hogy azt gondolták, hogy miénk a Krisztus. Egyszer oda megy az Úr Jézushoz, a Máté evangélista szerint valaki, és azt kérdezi tőle, Mester, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Hogy tetszene gondolni, az ember úgy gondolta, hogy ő benne van a körbe? Biztosan úgy gondolta. És Jézus válaszából kiderül, hogy nem az a kérdés, hogy mennyien üdvözülnek, az a kérdés, hogy te üdvözülsz-e. Te az Istené vagy-e? Helyén van-e az életed? És ahogyan hallottuk, felismerted-e az Isten tetteit, megértetted-e a szavát, befogadta-e azt a szíved, és aztán eljutottál-e odáig, hogy cselekszed azokat. Azt mondja Jézus a hegyi beszéd végén, hogy vannak emberek, akiknek az életépítkezésük hasonlít ahhoz a mesterhez, aki kősziklára építi a házát, másoké pedig ahhoz hasonlít, aki fövényre. Mi is a különbség a kettő között? Hallottunk rá utalást az igehirdetésben. Az egyik csak hallja az Isten igéjét, a másik pedig hallja és megcselekszi. Kedves gyülekezet, micsoda kegyelem, hogy Isten Jézusban megváltott bennünket. És ahogy hallottuk, mindannyiunkat megváltott. Nem csak bennünket, akik itt vagyunk a falak között, azokat is, akik ma még káromkodnak. Azokat is, akik nem ismerik az Isten nevét. Mindenkit szeret az Isten, és mindenkit megváltott. És mindenkinek van hely az ő országába. Így hát nagy kegyelem, hogy nekem is van. Ezt felismertem, és elfogadtam. És milyen jó, hogy ma este is ebben a közös bizonyosságban lehetünk együtt, hogy Jézus a mi megváltunk. Kedves gyülekezet, hajtsuk meg fejünket és szívünket imádságra, magasztaljuk Istent a megszólító kegyelemért, magasztaljuk őt az üdvbizonyosságért, hogy az övéi lehetünk. Magasztaljuk őt a testvéri közösségért, és imádkozzunk azért, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk az ő szavának. És imádkozzunk azért, hogy Isten hatalmas szava elérje azokat is, akiknek ma még kemény a szívük. Csendben imádkozzunk, akik szeretnének hangosan imádkozni, mindannyiunk hitének építésére van erre lehetőség, kérem, hogy ezt röviden tegyék, és majd lezárom az ima közösséget hangos imádsággal, és együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Imádkozzunk. Amen. Amen.
Istenünk, hálásak vagyunk neked, mert ma is szólt hozzánk a te igéd. Köszönjük, hogy magadhoz vontál bennünket, megerősítettél szeretetedben, és kérted tőlünk, hogy nyissuk meg az életünket, halljuk meg szavadat, lássuk meg tetteidet, és cselekedjük a te akaratodat. Köszönjük, hogy szándékaink nálad meghallgatásra találnak, és te segítesz bennünket abban, hogy igédnek cselekvői legyünk, és a te országodnak hirdetői. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjj meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Az énekkart hallgatjuk meg. Szép volt ez az ének, és a többi is. És külön öröm nekem, hogy itt a baptista gyülekezetben szolgálhattam. Régen én magam is több felekezetet végig látogattam,
van több baptista lelkész barátom is, akikkel katona voltam együtt, és a más felekezeteknek a értékeit fontos látnunk. Ugye a baptista testvérek arról híresek, hogy nagyon szép zenei életük van, és nagyon szép kórus muzsikájuk, értékes kórus életük. Hát ebből meg is tapasztalhattuk, nagyon szépen köszönöm. Azt is külön ajándéknak tartom, hogy most itt éppen ebben a gyülekezetben az itteni hívek, több görögkatolikus testvérem és más felekezethöz tartozókkal együtt imádkozhattunk. Az a kérésem, hogy a egységért való imádságunk az legyen személyes feladatunk is. Mi görögkatolikusok a két nagy egyház között vagyunk, a római katolikus egyház és az ortodox egyház között. A rítusunk megegyezik a keleti egyházéval, az ortodox egyházéval, a bizánci rítus, és a hitünk alapján pedig a római katolikusok közé tartozunk. Tehát ugye kettő között vagyunk, és fontos hivatásunknak érezzük azt, hogy a kettőt összekössük. Ha mind a kettőt ismerjük, és ha mind a kettőben otthon vagyunk, akkor tudunk híd lenni. Ugyanígy van ez minden felekezet, minden Krisztus hívő felé is, hogy ismernünk kell a sajátunkat, és elismernünk kell a másét. Akkor tudunk híd lenni, nem csak felekezetek között, hanem testvérek, emberek, Isten gyermekei között is. Mi ezt görögkatolikusok tehát, hogy úgy mondjam, a létünkből fakadóan érezzük kötelességünknek, és ezt szeretném továbbadni minden keresztény testvéremnek. Az egység szolgálata, az egységért való imádság az nem egy új találmány, nem divat, hanem azóta kötelességünk, amióta Jézus maga is így imádkozott az Atyától. Pont ezt kérte, hogy legyenek minnyájan egyek. Egyek csak az Istenben tudunk lenni. Ha az Istenhöz közelítünk minnyájan, akkor fogunk tudni egymáshoz is közeledni. Ezt kérem ennek az imádságát, és erre most pedig a záró áldást is fogom adni. Álljunk föl! Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen! Uram, írvalmaz, Uram, írvalmaz, Uram, írvalmaz, adj áldást, Uram! Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig, most és mindenkor, s örökkön örökké. A hirdetéseket szeretném elmondani. Mindenek előtt Istennek legyen hála a ma estéért. Köszönjük Püspök úrnak szolgálatot. Isten áldását kívánjuk életére, az egész egyháznak az életére és szolgálatára. Hirdetem, hogy ökumenikus imahetünket holnap este folytatjuk, a református templomban lesz az Isten tisztelet, ahol Szőke Lajos atya fogja hirdetni az igét. Mindenkit várnak szeretettel református testvérek, vagyis hogy menjünk mindannyian lehetőség szerint erre az alkalomra. Az imahét további programját látják a kivetítőn a testvérek, de minden este hirdetjük a következő estének az alkalmát. Szerdán a görögkatolikus testvéreknél lesz az Isten tisztelet, az evangélikus testvéreknél, csütörtökön lesz a görögkatolikus testvéreknél, és pénteken pedig az üdhadsereg imaházában lesz az alkalom. Ezen az imahéten szombaton most kivételesen nem lesz alkalom, mivel katolikus lelkipásztor testvérünk nincs itthon, ezért az óplébánián nem lesz most Isten tisztelet, és vasárnap délután pedig a záró alkalomra kerül sor. 4 órakor lesz a záró alkalom a
Árpádházi Szent Erzsébet templomban. A záró énekünket követően mindenkit várunk szeretettel, amely nemes hagyomány Rákos Csabán az imaheti alkalommal, szeretett vendégségre az imaház mögötti Velez István közösségi házba. Kérünk mindenkit, hogy jöjjön át és fogadja szeretettel a szeretett vendégséget. Jó alkalom lesz ez arra, hogy beszélgessünk egymással és építsük hitközösségünket. Záró énekünk így kezdődik. Vezess Jézusunk, véled indulunk. 320. énekünket énekeljük. Az utolsó vers.